Sziasztok! Elérkeztünk az év végéhez, úgyhogy újabb egy hétre kísérhettek el. Meglátjuk, egy komoly kihívást jelent itt a prévós munka bemutatása, ugyanis az éjszakában fogunk újból menni, és ezt kellene valahogy színesen bemutatni. A mai feladat a következő, fél hét van, fél nyolc, hétre kimegyünk a Ferihegyi Reptérre megrakodni, és akkor egyenesen megindulunk Párizsba. Első körben el kell menjünk legalább Nürnberg utánig, ott egy autóhovba meg fogunk állni. Ugye a nehézség ilyenkor az, hogy reggel felkeltem valamikor fél nyolc körül, és hát bizony holnap reggel valahogy 8 óra körül, majd meglátjuk, hogy mikor fogunk tudni megállni, úgyhogy alvás az nem lesz. Ez benne a legfőbb nehézség, és onnantól kezdve remélhetőleg majd beállunk erre az éjszakai munkára. Az, hogy mivel tudjuk színesíteni, azt szerintem kiderül majd a tartalomból, úgyhogy menjünk és irány ki a Ferihegyi Reptér, rakodjunk meg. Elteltek az ünnepek, és jöhetnek az újévi fogadalmak, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy neked milyen újévi fogadalmad van. Olyat érdemes megfogadni, amit az ember tényleg, amire tényleg vágyik, és hát remélhetőleg be is fogja tartani, nem elég itt csak fogadkozni, ugye ígérgetni, ezt nem szeretjük, az kicsit olyan, mint az akár, ugye? Az én újévi fogadalmam, én már ugye 5 éve küzdök a túlsúllyal, és mindig volt mire fogni, vállalkozási építés, nem volt idő, rohanás, YouTube építés, de úgy gondolom most stabil minden, megcsináltunk minden nagyobb tervet, úgyhogy mindenképp nálam a túlsúly ledobása és visszatérni az egészséges életmódhoz. Ebben inkább azt érteném, hogy szeretnék még többet edzeni. Ugye elkészült oda-haza a konditerem, tehát most már végképp nincsen kifogás. A konditerem áll egy futópadból, egy ilyen guggoló keretből és egy spinning bicikliből, és feleségemmel együtt egyébként űzzük az edzést. Ő is szeretne sportosabban élni, többet odafigyelni, városban nem akart eljárni, futni, gyors gyalogolni, főleg, hogyha magában van otthon. Az elmúlt időszakban ugye nagyon sokat otthon voltam, mert én az elmúlt 2 hónapban lényegében nem kamionoztam, vagy hát a Transkónánál voltam kint ugye egy hetet, de így most már ő is jobban ráveszi magát, úgyhogy ez a mi újévi fogadalmunk, úgyhogy remélhetőleg az idei, mert szerintem ezt most már 2023-ban kapjátok meg ezt a videót, ennek egyik fő, mondjuk úgy, tevékenysége lenne ismét a sport, az, hogy otthon vagy kint a kamionozás mellett, ezt majd meglátjuk. Itt pedig, ahogy megérkezünk, húzok egy tikettet, majd felmegyek, és a Cselebi Kárgónál kell jelentkezni. Remélem ez az oszlop most már jó, mert legutóbb itt jártam, nem ma volt, akkor ez nem működött. Kapunk egy ilyen tikettet, én úgy tudom, 3 órán lehetsz ingyen. Ezt úgy tudod ugye kijátszani, hogyha nem végeznél, és nem akarnál parkolásért fizetni, hogy egyszerűen kimész, meg vissza bejössz. Ennyit megfordulsz, és egyből jössz is vissza. Úgyhogy valahova ide ledobom a szekeret, és oda szembe a Cselebihez betámadok. Hát nézd, fél hét van, 7 órási a bejelentkezési időpontunk, a tervezett, és 8 óra 30-as az indulás. És azért ugye most trappolni kell, főleg az első nap az padló 90-es lesz, ugye Ausztriában bár nem lehet menni, csak 60-nal bizonyos szakaszokon, de hát azért tolni kell neki. Na menjünk és jelentkezzünk be! Negyed 9 van, végeztem a rakodással, nem volt épp zökkenőmentes, de nagyon rendesek itt a srácok. A probléma annyi volt, hogy picit szélesebb volt a reptéri paletta,
és az egyikkel meggyúlt a bajuk, mert beakadt itt a pótkocsinak a keretébe. Úgyhogy viszont indulhatunk, menjünk Mosonmagyaróvár, Selkút, ott megtankolok. Majd utána viszont mutatok nektek egy érdekességet, szerintem sokan nem tudjátok, remélem nem cseszek ki pár emberre, hogy ezt bemutatom. Ugyanis le fogjuk mosni a kamiont, ha hiszitek, ha nem, körülbelül 3 euróból. Nem, nem kell hozzá se vödör, se slag, se kanna. Na gyertek velem, menjünk előbb akkor a mosoni mobil Selkútra, tankoljunk. Go! Selkút feltételezem sokan nem lesznek, és ugye Magyarország még továbbra is ott van a toplistásban egyébként az üzemanyag árat tekintve, és most főleg a nettósított kedvezményes árról beszélek, mert amit te mondjuk gépkocsi vezetőként, vagy akár csak sofőrként itt látsz a kutakon, az értelem szerint ez egy kedvezmény nélküli bruttó ár, tehát semmit nem jelent. Ezt ugye már többször említettem nektek, és ugye itt szoktunk tankolni is. Ha tudtátok, ha nem, Magyarország egyetlen mobil Selkútja ez itt. Itt voltam egyébként a megnyitóján is. Azt nem tudom, hogy itt van-e nálam a felvétel, de igen, akkor megmutatom nektek. Bár külső szemlélőkön nagy érdekesség nincs benne. És egyből láthatjuk, hogy ha a múltkori felvételre emlékeztek, ugye kim volt a lépcsőn a kamera, amikor a transzkurnásra jöttem, itt végig parkoltak. Úgyhogy megitatjuk a szekeret, és akkor utána irány kamiont mosni Ausztriában. Na viszont most nekem azt kell lematekolni, hogy van már egy 15 perces pihenőm, hogy vagy kiveszek fél órát, az a kútfejnél nem lesz meg, mert különben nem fogok odaérni, ugyanis olyan Lohsdorf magasságába, vagy Lohsdorfnál van egész pontosan ez a kamion mosó, de ezt megmutatom nektek. És azért is említettem az előbb, hogy remélem, hogy nem fog senki rám megharagudni, hogy én ezt bemutatom, mert hát sokan kijárnak az elásukba, 3000 forintért jössz, mész, pikpak, lecsophatod a kamiont, baromi jó. Itthon miért nincsenek ilyenek? És Ausztria. Hát igen. Ez ilyen. Hát most képzeljétek el, hogy mit láttok itt magatok előtt, ha szétnéztek, láttok valamit, aminek nem kellene ott lenni. Hát elhoztam a csipogót a cselebisektől, úgyhogy elnézést kérek tőletek. De sajnos ezt most megutasztatom, úgyhogy velem szilveszterezik. Annyira szeretlek benneteket, hogy ez most kénytelen itt lesz velem. Írtam természetesen a Prévónak, hogy a 111-es számú csipogót azt elhoztam. Ugye ez úgy történhetett meg, hogy na mindegy, hogy történt meg, megtörtént, kész. Mindegy. Úgyhogy adja lényeg, hogy ez itt utazik velem. Na de, milyen ilyenkor kamionozni, és miért jó kijönni? Ne azzal a szemmel nézd, ahogy te egész évben kamionozol. Persze, hát a francnak se hiányzik a háta közepére az, hogy ő egy szilveszter, akkor kamionozzon, családdal együtt legyen, persze. De fordítsd meg egy kicsit, nem lennél kint két hónapja, hidd el nekem, ez egy buli járat. Ez olyan szinten buli az egész, senki nincs az úton, tiéd az összes parkoló, tiéd az összes zuhanyzó, tiéd minden, ott mész, ahol akarsz, nincsenek személyautósok. Kint is lényegében, mivel én tényleg elég sokat kimászkáltam így szilveszterre, ugye annó Spanyolországban, hát mind a 3 évem kint volt, ugye mi akkoriban kimentünk ilyen július vége, augusztus elejé, és következő év júniusában jöttem hozzá, tehát erős 11 hónap. Az full kamion, se szállás, semmi. Volt, aki lent bérelt lakás, de én full mazoistaként kamionban laktam, de hát akkoriban ugye nem volt család. És már akkor beleszerettem ebbe az egész szilveszteri buliba. Tényleg sokszor villognak neked akár a franciák, a németek, köszöngettek egymásnak. Volt, hogy képzeljétek el, még magyar cégtől kijöttem, egyedül, egy hülyét találtak, aki kijött.
ugye annó a Grand Transtól, és Nürnbergnél álltam egy ilyen 200 férőhelyes parkolóban, csont egyedül, senki, csak én álltam. És, de az karácsony is volt egyébként. És oda jöttek a németek, hogy hát nem értették, hogy én mit csinálok itt. Hát, ha dolgozom. Hát a karácsony. Nem érdekel. Kamion ember, ugye vagy? És meg akartak kínálni kajával. Ó, mondom, ember. Nem erről szólt. Hát én élve, nézzél már az ember. Ó, báj, nincs záróvonal, nincs semmi. Csak tényleg önfelett kamionozás. Hát, világbajnak, figyelj, legjobb. Nappal is ugyanilyen. Lehet csavarni, döngetni. Imádom, komolyan imádom. Alig vártam, hogy jöhessek szilveszterkor ki. Tehát itt vagyunk a Lohsdorfi ÖMV kútnál, McDonald's-szal megspékelve. Illetve hát vannak még ugye itt más kutak is. Többek között van itt mobil Shell kút is. Itt is van, hogy szoktunk tankolni, vagy rátankolni, hogyha megyünk haza, vagy ha visszafordulunk, akkor is itt szoktunk tankolni. És akkor mutatok nektek egy mosási lehetőséget. Szerintem hűtősök azért jobban ismerhetik ezt. 0-24-ben nyitva van. Szerencsére fagy nincs, vagy hát szerencsére, mennyire ezt nem mondjuk, mert nem normális az az időjárás. Egy fok van, és én 3 euróból szoktam itt lemosni a csak a vontatót egyébként. Tehát nem kezdünk neki felnit vixolni, tehát itt a selkút, és akkor vele szembe be is tudsz állni egyébként, most be fogok állni, de kint is tudsz mosni. Tehát a pályától ez az 1 kilométer, senki nincs, hát szerintem ez volt az utolsó, hogy itt nagyon nem látunk embert. Nem hinném, hogy kifelé jövet bárki is nekiállna mosni saját pénzéből, mert általában tisztán indulnak el a kamionok. De hazafelé azért, hogyha úgy van, szerintem a vontatót érdemes lecsapatni. Parkolni is tudsz. Fizetős elvileg, de hogy azt nem tudom, hogy hogyan működik. Na, álljunk be. Hogy ne álljunk be. Nem is van autó, te álljunk be. Legyünk urak. Álljunk. Vannak kefék kitéve, nem kell ellopni, de hát ugye ez Ausztria. Itt nem lopják el, de feltételezem, ezek is el fognak tűnni. Így a videó hatására be tudnak tévedni, na, olyan emberek, akik úgy gondolják, hogy hozzáragadt, nézd, már nem akarja elengedni a mancsom. Hát úr leszek, én 2 euróval kezdek. Úgyhogy. Van-e pénzváltó? Na, ez jó kérdés, nem tudom. Azt mondja, hogy mosás. Felkapcsolódik nekünk a villany. Küldhetjük is a gépet. Tökéletesen le lett mosva 3 euróból. Át is dörzsöltem kicsit kefével. Hát, ha nagyon molyolni akarsz, akkor figyelj, 4 euróból le tudod csapatni, de szerintem így 3-ból teljesen tökéletes. Tehát a ponyvát egyáltalán nem mostam fel, neked tankot, mindent átvakartam. Úgyhogy akkor kiveszek még egy, majd szerintem egy 5 percem, és akkor gó tovább. Irány Passau. Hajnali 3:30 van, és 2 kilométer múlva megérkezek Zubenbe, ahol ki fogok venni egy 30 perces pihenőt, tehát az itt van Passau előtt, ez már az osztrák-német határ. És azt akartam nektek közben mondani,
hogy én egy Garmin Fenix 6 Pro órát hordok, és nagyon jól mutatja a body battery-t, azaz az, hogy mennyire van feltöltve a szervezetem. Jó, helyen jöttem ki, szerencsére. Hú, tényleg régen nem voltam itt. Illetve mondjuk a stressz szintedet is. Na most ahhoz képest, hogy hát 21 órája vagyok talpon, láthatjátok, hogy az óra szerint is, de én is így érzem magam, 29%-on vagyok. Vagy ponton vagyok, teljesen mindegy, nevezük százaléknak. 29%-on van a töltöttségi szintem, tehát egyáltalán nem vagyok fáradt. Még amikor nullás vagyok, akkor már azért nyúlik a pofám, de még akkor is el tudok ketyegni, de akkor már tényleg aludni kellene. Tehát tényleg sokat teszteltem, és nagyon jól mutatja. Meglepő 29%, ezt annak tudom, hogy a mazsolák nincsenek itt, és nem idegesítenek az úton. És mellé láthatjátok a stressz szintemet is, ugyancsak erre tudom fogni, mint a lyukas zokni, ami ki van terítve a radiátorra, körülbelül ezen a hangulaton vagyok. Tehát nagyon jó, jól érzem magam a bőrömben, jó itt lenni, érted? Nem szívnak le a mazsizsazsik. És arra gondoltam, én nagyon energiaital ellenes vagyok. De most egy kicsit gyarló leszek, telhetetlen. Vajon? Soha nem próbáltam, komolyan nem próbáltam. Se a kávét, se az energiaitalt. Ha egy energiaitalt, egy cukrosat, egy Red Bullt beverek, vajon óra szerint ezt a 29%-ot feljebb tudjuk-e nyomni? Meg volt a tankolás, 140 liter ment bele. Figyelj, az olajnyomom a párizsi kanyart, ne viccelj. Úgyhogy, az érte kijönni. Na, megvettem az energiaitalt, úgyhogy egy ilyen kicsi Red Bullt fogok bekóstolni. Szervusz, kolléga! Szervusz! AdBlue, oké? Okay. Na, csak egy román kolléga érdeklődött, hogy AdBlue-t sikerült-e tankolnom. Nem tankoltam AdBlue-t. Na, szóval ezt a kis Red Bullt fogom beküldeni. Na, én a kíváncsi vagyok rá. Tehát 29%-ról, hát egy olyan óra múlva megnézzük, jó, hogy mit sikerült alkotni. Hát, cukrosat végképp nem szoktam. A jövőben minden. Szeretnék olyan 60-90 másodperces blokkokat elhelyezni videónként maximum egyet, ami kiváltaná a YouTube által elhelyezett videó közepén található reklámokat. Véleményem szerint ez azért jó, mert így olyan céget vagy épp terméket mutatok be, amit én is szívesen használok és ajánlok. Természetesen mondd el erről a véleményed. A mai videót a NordVPN támogatta. A VPN használatával egy virtuális magánhálózatot hozol létre, ahol lényegében láthatatlanná válik az internetes tevékenységed a szolgáltatót, cookie-k, kémprogramok és adathalászok ellen. Nem különben azért is ajánlom nektek, mert ha szeretsz böngészni, beállított például, hogy az Egyesült Államokban vagy, akkor a Google teljesen más böngészési eredményeket fog neked feldobni, ajánlani. A NordVPN pont az Egyesült Államok beli forgatásom alatt ismertem, megemlékeztek, ahol Gyulával forgattam egy hónapig, ugyanis nem értem el a Shell felületét, és így nem tudtam belépni, nem tudtam megnézni az aktuális üzemanyag árfolyamokat, vagy épp a számlákat letölteni, viszont így a NordVPN segítségével ez sikerült, hiszen úgy érzékelte, hogy itt vagyok az Európai Unióban. Természetesen akkor is hasznos lehet neked, ha olyan tartalmakat akarsz megnézni, például ugye a Netflixen, ami csak akkor élhető el, hogyha maradva az USA-nál, tehát hogyha az USA-ban vagy, így viszont már nézheted is otthonról. A másik nagy előnye, hogy az utazásunk során használunk ugye nem biztonságos wifi hálózatokat, akár a gyors étteremben, vagy épp ugye 45-ös pihenő alatt elmegyünk egy-egy szállodába, és így böngészve, internetezve, filmet nézve, vagy épp egy gyors megálló alkalmával egy-egy benzinkúton, a NordVPN használatával teljesen biztonságos lesz a kapcsolatunk, ami azért fontos, mert ahogy én is beszámoltam nektek róla, hogy egyre több a csalás, az adathalászat, adatlopás, így viszont ugye teljesen biztonságosan tudod intézni akár a privát, akár a vállalkozással kapcsolatos ügyeidet. A NordVPN segítségével egy kattintással védve van a böngészésünk. Ha ti is sokat utaztok és szeretnétek biztonságban tudni az adataitokat, most a képernyőn és a videó alatt elhelyezett link segítségével nordvpn.com/t22lacika ennek a segítségével tudtok most akár 2 évre regisztrálni, 1 hónap ingyen felhasználást kaptok, és hát akkor a 30 napos pénzvisszafizetési garancia mellett. Köszönjük szépen!
eltelt egy óra hossza, és nézzétek, csak először is kezdjünk a pulzusszámmal, hogy az energiaital mit váltott ki. Egy picit talán, mintha megemelte volna a pulzusomat, látod? Tehát olyan 4 órakor szürcsöltem be, ugye egy órával ezelőtt. Egy picit, mintha megdobta volna a pulzusomat, viszont ha megnézitek a energiaszintemet, akkor mit láttok itt? Azon kívül, hogy elkezdett lecsökkenni. Figyeled, végig egy vonal volt. Nézd meg, megittam. Azon kívül, hogy stresszbe került a szervezetem, szinte pontosan. Látod, azóta stresszben van a szervezetem, és elkezdett csökkenni az energiaszintem. Hát, erre mondják, hogy nézd csak a stressz szintemet, figyeld. Ugyanaz ugye. Nézd meg. 70-en halad, mint akit szétvág az ideg. Hát ennyit erről az energiát, arról legalábbis az óra szerint. Semmiképp jobban nem érzem magam tőle. Hát 3 eurót elköltöttem, azt elmondhatom. Úgyhogy én nem javaslom senkinek. Ha azért iszod, mert szereted az ízét, vagy nem tudom, te azért, hogy energiához jussál, szerintem totál felesleges. Jól kell étkezni, eleget kell pihenni, nem kell stresszesen élni, és nagyjából ennyi. Megérkeztem Ansbachhoz. Múltkor egy parkolóval tovább mentem, de itt most elkezdtek ezeket majd 70-ezni, és félő, hogy túlvezetnék 1-2 percet. Nem akarok minden videóban most beletenni ilyen 1-2 percet, alapból túlmentem volna egyébként. De na, legyen már az az üzenete, hogy most itt túl kell vezetni, nem kell túlvezetni. Van, ahol ugye már milyen sorompós rendszer van, tehát alapból a parkolás 1 euró, hogyha bementél. Üres. Hát óvalamelyik cégnek állnak a kamionjai. Oh, itt egy prégós. Hát akkor. Álljunk be a kolléga mellé. Már jobb szeretek annyiból magamba állni, hogy hát tudod, reggel az ember felébred, még lehet nincs kedve úgy nagyon senkivel beszélgetni, de olyan hülyén néz ki, hogy egy cég, és akkor az egyik parkoló egyik végében, másik a másikba. Úgyhogy megérkeztünk. 8 és lassan 8 és fél órája parkolok itt, és akkor nézzük meg első körben ezt a napelemet, hogy mit is mutat nekünk. Tehát ment az állófűtés és a hűtő, és 24,8-on van az akkumulátor. Most nem működik az étterem része, hát ugye lényegében senki nincs a parkolóban. 10 eurót tudtam lekajálni a parkolójegyből, ami egyébként 15 euró volt, és egy ilyen szendvicset, vagy hát jobban a 2 szendvicset vettem. Nagyon minőségiek itt egyébként, sokkal jobbak, mint az otthoniak, véleményem szerint. Én nagyon szeretem itt a német, vagy épp az osztrák pékárut. Ma egyébként nem ettem semmit, és lényegében ennyi lesz az egész napos étkezésem. Megkajálok, szedelőzködök, és indulhatunk. Meg is lett a pihenünk. Ilyenkor annyi dolgom van, hogy ugye ezen a telefonon, legutóbb szerintem még ilyen tableten adtuk be, rányomok a műszak kezdetére, van még 15 órás műszakom, igen, leokézom, hogy minden megfelelő, így van, és lényegében ennyi, startolhatunk is. Na most annyit ugye, hogy ezeket a kamionokat már nem kell járatni, ugye nem Amerikában vagyunk, már elnézés, de hogy ilyen őskövületekkel mocorogjunk, tehát nem kell őket járatni, hanem elindulás előtt egyszerűen fogod és pöccented. Termel egy pici levegőt, tehát nem kell ketyegtetni 15 percig, 20 percig. Nem izékkel járunk itt régi csofat technikákkal. És ugye rögtön a mostani témánk, legalábbis amíg be nem sötétedik, gyorsan elmondom nektek, a napelem beszereléséről indulhatunk is. A Green Energy napelemeit ugye Magyarországon az Europart Hungária forgalmazza. Több kamionra felkerült már, így tettek Scania-ra, DAF-ra, Volvo-ra, Mercedes-re. Viszont érkezett egy komment, és nagyon jó kommentek jöttek, köszönöm szépen nektek, ugye több mint kamionos Facebook oldalamon, ahol megkérdeztétek, hogy milyen teljesítményűek ezek a
ezek a napelemek. Kérlek szépen, ez 55 wattos egy napelem, vagy egy panel, és 3 került fel rá, tehát így 165 wattot tud. És átlag töltése, azt lehetne rá mondani, hogy a maximális elvileg azt hiszem 6,8 lenne, de ott azt mondták az akik, hogy 5-nél többet ők még nagyon nem láttak. Tehát ebből tudunk így kiindulni, és ezt fogjuk tesztelni. Na most nagyjából a bekötése, vagy a felszerelése 6 órát vett igénybe, és csarnokba kellett beállni. Mi egyébként a Prévó csarnokába álltunk be, oda az egyik szervizműhelyébe. A Prévónak is van már fent egyébként ilyen napeleme. Renault, ugye? Azt hiszem, hogy Renault-ra tették fel, nem DAF-ra. És lényegében először megtisztítják a tetejét, majd felragasztják ezeket a paneleket. Jöhetne rögtön a kérdés, hogy mi van akkor, ha én ezt le akarom szedni. Nem célszerű. Le lehet, de nagyon körülményes és nem éri meg, tehát gazdaságtalan leszedni. Eleve lehet, hogy a festésed sérülni fog. Pluszból ezeket a paneleket akkor vissza kell küldeni Dániába, és ott felvisznek rá egy újabb ilyen ragasztó réteget, majd visszapostázzák neked. Tehát így olyan költséget kerekedik, mindegy, ha veszel egy újat. Legalábbis most a panel részére beszélünk, mert ugye maga a vezérlő egység része lenne az, ami drágább. A bekötése az nem járt semmilyen fúrással, faragással. Hátul egyébként, ahogy az AdBlue-nak van ott a vezeték kötege, és jön be a fülkébe, abban lényegében be tudták ezt húzni. Tehát semmilyen fúrással nem jár. És utána itt a baloldali dobozba, igen, a baloldali, nem, bocsánat, a jobboldali dobozba ezt ott a szigetelés alatt elhúzták, és bekötötték a biztosíték táblába. Tehát nagyjából ennyi történt, ez volt a folyamat. Jött egy olyan komment viszont, hogy kérdeztétek, hogy a Volvo adott erre engedélyt. Már csak azért is, ugye egy, hogy bérkamion, tehát az nem az enyém. Tehát bérlem is mindenhez, ugye minden átalakítás az engedély kell. Na most ez így volt a Scania-nál és a Volvo-nál is, természetesen meg kell kérdezni, jóváhagyásra kell, hogy kerüljön. Viszont amitől több lesz a kamion, azért nem szoktak értelemszerűen reklamálni, hiszen növeled az értékét. Mit várok tőle? Hát első körben, hogy amiért egy, szeretem az újdonságokat, tehát én próbálom tartani a lépést, hiszen mégiscsak, ha már itt van ez a kaminos csatorna is, engem is érdekel, meg úgy gondolom, hogy a csatorna nézőit is érdekli, hogy milyen újdonságok vannak most a piacon. Tehát azt várom tőle, hogy nálunk nyáron ez a kamion nagyon sokat ketyeg. Miért? Ugyan négy aksis a rendszer, és csutkáról le tud meríteni, még hogyha ez az akkumulátornak nem is biztos, hogy annyira jót tesz. Viszont az történik, hogy hivatalosan tehát 18 voltig lemeríthetnéd az aksit, hiszen van 2 darab indító aksid, ami 100%-on van, tehát teljesen mindegy, mennyire merül lesz, be fog indulni neked. Na most, viszont mikor leesik olyan 23,4 volt 23,2-re, akkor az álló klíma kikapcsol, ez körülbelül a 4 óra után következik be. Magyarán, ha mondjuk Zoli parkol ezzel a kamionnal 11 órát, akkor értelemszerűen hetet ketyegtetni fogja, mert én sem várom el tőle, hogy a 45 fokba aludjon. Én sem aludnék, nem is várom el tőle. Tehát ketyeg. Na most alapból, de ezt meg fogom nektek nézni, én úgy emlékszem, hogy olyan 2 liter, tehát olyan rég nem járattam a kamiont, ezt nézzétek el nekem, hogy olyan 2 liter környékén fogyaszt álló helyzetben a kamion. Na most, hogyha ebből kiindulunk, és csak egy heti ciklust veszünk, és most vegyük a nyári időszakot, és minden nap járatja a kamiont ne 7 órát, csak 4 órát, akkor azt jelenti, hogy durván ez a 5 nap alatt, tehát 7 nap alatt inkább, 14, 10, főleg hétvégén még többet, lehet, hogy a 20 liter is elmegy. Tehát az havi szinten neked azt jelenti, hogy 100 liter, éves szinten 1200 litert elketyegtetsz. Ha télen mondjuk a neked 2 aksis, tehát nem beszéltek úgy nektek, hogy 4 aksis, mert nincs mindenkinek 4 aksia, azt lássuk be. Nagyon sok kamion még mindig 2 aksival készül, tehát járatni fogjátok. És hogyha éves ciklus nézek, és csak egy 1000 litert számolok, akkor is ott van, hogy nettósítva, és az az 1300 kötőjel, mondjuk 1600 euró, attól függ, mennyi az üzemanyagár nettóba, és annyiba fog neked ez kerülni. Tehát egy év alatt mondjuk megtérülhet, de maradjunk abban, hogy másfél év alatt. Akkor ez egy jó befektetés, hiszen mondjuk egy kamionnak van egy átlagosan egy 5 éves kifutási ideje, utána el szokták azért ezt adni, akkor legalább 3 évig ez neked hasznot fog termelni. Tehát én ezt várom igazából tőle.
Nálunk a transzkónások a DAF-okat, figyelj, nem bírja ki a 9-est. Tehát neki már jelez, visít, hogy indítsál be, mert kritikus az akkumulátor állapota. Igaz, teszem hozzá, mindezt írja a Volvo is, olyan 23,2-nél, de ezzel nem kell foglalkozni. Eleve azért, mert neked ugye 4 aksid van, plusz az állófűtésedet nem veszi el. A 23 környékén viszont kikapcsol a hűtőd. Na most viszont, nekem az eddigi tesztjeim itt a Volvo-nál, ennél a típusnál, mert voltak is itt a még a régi 2016-os vagy 17-es modelleket, tehát ezeknél az újaknál nekem a 45 órát kibírta. Igaz, a laptopom ugye nekem az Apple van, tehát annak 11 órát bír az aksia, tehát azt nem fogom lelaptopozni egész hétvégén. Megy a hűtő és az állófűtés, 45 óráig be nem kellett indítani, de írta, hogy az akkumulátor állapota kritikus, ez azt jelenti, hogy olyan 23 volt környékén mocorgott, és természetesen pöcre indult. Tehát ezek lennének az elvárások, és nagyjából egy 2 hónap múlva fogok nektek újból tesztelni. Amit most láttunk akkumulátor feszültséget, azt meg fogjuk nézni a másik kettőnél, a két transzkónásnál, azok is ugye új Volvók, hogy azok a pihenőben hogyan viselkednek, és összevetjük a kettőt, és ebből kezdünk el majd valamit matekolni. Irány Párizs. Az még lemaradt itt a napelemes résznél, hogy a napelem az eléggé rugalmas, tehát elég jól hajlítható, és igen jó a törésálló képessége, úgyhogy ezt úgy is promótálták, hogy püfölték itt a napelemeket, hogy természetesen a jégesőnek is ellen fog állni, illetve ugye, hogyha mosod a kamion tetejét, hát nem csak kamionokra, hanem akár lakóautókra vagy mobilházakra is felszerelhető. Megérkeztem Párizsba, hajnali 3 óra van és 3 óra 30-as a terminem, úgyhogy kényelmesen szépen ide vágtáztam, utána pedig megyek ki valószínűleg Mitribe. Eldurrant egy légrugó a pótkocsin, úgyhogy ezt majd meg kell javítani, de ettől függetlenül tudtam vele jönni. Itt pedig szerencsére nem kiemelni kell, hanem lesüllyeszteni, ugyanis ugye kigurítjuk az árut. Viszont addig, amíg én lerakodok, nézzétek meg azt a felvételt, amit ugye az utolsó út alkalmával csináltam, amit az SGZ-022-es kamionnal tettem meg. Ugyanis ott tartottunk, hogy a Transcon telephelyéről kijöttem, és menet közben készültem menni, el kellett menni a Kauflandhoz. Hát viszont nem úgy alakultak a dolgok, ahogy én azt terveztem. Hát az körülbelül ott folytatódik, ahol abba hagytuk. Második rész is jól indul. Reality. Ha? Csávó, a biztonságiőr üvöltve ment ki, itt hagyja az egészet úgy, ahogy van. Ütötte ököllel az asztalt, hallod? Mondom neki, nyugi van ember, nyugi van. Azt mondja, nem veled van problémám, hanem úgy az egésszel, az egész Kauflanddal tele van az egész. Mögöttem állt már a sor, nem találják a referenciaszámot, szóltam az irányításnak, már este 8 óra van, hallott, fél órát álltam az ablaknál. Komprende? Mondja, hogy 19.30-as termin, akkor holnap dél. Hát de mondom, nekem menni kell átrakodni. Azt mondtam, hogy még mai felrakom van. Akkor ment kívültve, hogy ez... Hát, kész. Hát most ezt mondtam neked. Hát nem ezt mondtam neked. Na, tessék. Azt mondja, csávó, megállt a teljes rendszer. Hát itt, ahol elnézek a rámpáknál, mindenhol tele van. Azt mondja, itt, aki itt van most, az mind mai lerakó. Mai? Hát be se tudok állni a parkolóba. Hát itt a rakodó helyen állok meg. Tudod, mennyi kamion van itt? Barátom, itt egy a jó. Annyi. Itt van egy csipogó, feküdj le aludni. Vagy csipog. A valóság. Árnyó oldalai. Hát ez van, úgyhogy most mi lesz? Hogy tudom én? Hát most én szóltam az irányításnak, még pedig akkor nem dolgoznak, de valamit keressenek. Azt mondja, rajta van a papírokon, átnéztük minden, nincs rajta. Semmi nincs. Nincs rajta referencia, szám se. Semmi, de... Más se, semmi. És sajza. Az utolsó út. Mit mondtam az előző részben? Ne indulj, hallod, az utolsó út. Hazértél, maradj otthon. Ha valahol az utolsó útra akarsz menni. Na mindegy, videóanyagnak jó. Úgyhogy kérlek szépen, nekem nincsen stresszem, csak az a rosszabbik eset lenne, hogyha tudod, majd jön, vagy menni kell kérdezősködni. Hát kész, tehát nem is tudom mit csinálni. De csak most megint feltudom, hogy ezért rohantál. Meglett a referenciaszám. Úgyhogy azt csinálom, ami ez a legtöbb kamionost ért. Várok. Ennyi. Ez a helyzet.
kérdések jönnek. Mi van, ha lejár a munkaidőt? Hát éjfélig van munkaidőm. Az még 4 óra. Diétázok saláta. Tettem egy ilyen salátaöntetet is hozzá. Olyan bírom ezek a kérdések, mi van, ha lejár a munkaidőt? Hát olyan, mintha nem tudnád a választ. Elmész, keresel egy parkolót. Innen nem mész ki, tehát innen már te nem mész sehova, addig míg le nem ragadtál. Izébe csörrem meg a telefon. Tehát szóval tudom, hogy van olyan ember, aki nem majd én holnap, meg csimmög, meg ez kicsit sok lett. Nem baj. Salátából sos elég. Na mindegy, csinálok egy salátát, és akkor szívok tovább. Ha szívásnak lehet nevezni, meg kell egyem ezt a salátát, tényleg a kamionosok mondják, hú, olyan bőnyálas volt. Mi volt? Hú, valóan degeszre zabáltam magam, annyit vártam. Napi díjon? Tényleg? 100 eurós napi díjon? Ne, mekkora szívás? Most, hogy így mondod, hogy mekkora szívás egyébként, nem? Szoktál ezen gondolkodni? Mekkora szívás van most? Apa. Az lesz a szívás, ha nem lesz elég a salátöntet. Hát nem értem. 17 óra várakozás után, hát most délután 1 óra múlt, rám párra hívtak. Ugye már tegnap megkaptam ennek az Ammaizinak, tehát ez nem Hubwagen, az a kézi. Ez az Ammaize, az elektromos targonca, a kézi targonca. Kaptam hozzá tegnap már szerencsére kulcsot. Kirakottam már a fele árut, az benne volt az SMS-ben, hogy a 11-es és 14-es sáv közé kell rakodni, egy kicsi luftot kell a paletták között hagyni, és nagyjából ennyi dolgom van. Tehát teljesen önállónak kell így lenni, hogy a Kauflandról annyit kell tudjatok, olyan, mint otthon mondjuk az Osan. Nagyon sok magyar dolgozik, pont az előbb mondtam be, hogy egy Szabolcs nevezetű urat keresnek. Tehát ez, hogy most rakodsz, hát kisétáltatod az árut, majd utána mennünk kell rakodni, vagyis hogy a raklapot cserélni. Végeztem a kipakolással, hát 1:30 van. Az áru az ilyen kalácsok, meg briós, meg fene tudja mi micsoda. Egyébként nagyon finomokat csinál, ez ott van Dornbirnban ez a zöld. Úgyhogy ha Kauflandban jártok, tudom nektek ajánlani. Nagyon eteti magát, az a baj, hogy egy ilyenbe belekóstolsz, egy gyűjtő helyetben megeszed. Tavaly ilyet vittem haza, igen, ilyen kalácsokat vittem haza a családnak. A kolléga, nem is tudom, felborította, és azt hiszem 1 euróért adták darabját. Meg is érkeztem Budapestre, úgyhogy jó döntés volt, hogy lejöttem. Van még körülbelül 50 kilométerünk a Cinkotai útig. Az üzemanyaggal úgy állunk, hogy 85 litert mutat,
és a kamionban egyébként 282.000 kilométer van. Nem akartam úgy behozni a Volvo-soknak, hogy ilyen 10 litert mutasson, úgyhogy már nem tudom, mennyivel kaptam meg. Nem mondjam, hogy kell visszaadni, hát az ember ilyenkor arra törekszik, hogy akkor annyi szokott benne lenni, hogy azért bőven el tudja menni egy benzinkútig, de szerintem 50 litert fog körülbelül mutatni, attól egyébként több lesz benne értelemszerűen, attól, hogy egyik mutat a kompjúter, úgyhogy beérkezek, cicentem a sört. Ez a nap is eljött, itt vagyok bent a Cinkotai úton, itt aludtam a hungarokamionos pótkocsi mellett, úgyhogy letámasztottam a pótkocsit, ugye üres van rajta, egy pár üres raklap, megaludtam reggel, megcsináltam a hétvégi videót, kipakoltam belőle. Azt mondták, hogy nem kell kitakarítani, tehát ugye nincs is lemosva, nem tudtam már hol lemosni, de mondták, hogy ők úgyis teljesen áttakarítják, úgyhogy felesleges vele külön szórakozni. Úgyhogy elbúcsúzunk a technikától. Semmi baja nem volt, egyetlen egyszer volt a VDS kormány adott egy hibajelet, mire beértem vele a Rangweili szervizbe a svájci határ mellett, addigra már ez megszűnt. Látták a hibakódot, de onnantól kezdve kiütötték is. Ennyi, tehát két év, 282.000 kilométer, teljesen hibamentesen. És nagyon elégedett voltam ezzel az 500-as motorral, erősebb, mint a 460-as értelemszerű, de ez érezhető is, igen, rendesen. És ahhoz képest, hogy már ugye a kollégának, Sanyinak nem volt benne semmi cucca, így is tele van a csomagtartó, hát ugye a bőrszettel, vagy épp a felszerelésekkel, amiket ugye biztosítok nekik. A trepni az hátra le van téve, mert elég sokszor azért akadt. Ugye ez a távtartó, az az első kolléga, ő leütötte, és utána nem lett visszatéve, és úgy döntöttünk, inkább le is vesszük a trepnit, nehogy összecsesszük otthon benne egy nylon zsákban. Úgyhogy búcsúzzunk el tőle. Hát remélem, hogy nagyon jó kollégái lesznek, és legalább annyira fognak rá vigyázni. Sziasztok! Caught behind the Venetian blinds, out to reach for the city lights. This ain't where I belong. Hey, look at me, man, what I become. I've been running east, looking for something, digging deep since 99. What I thought was gone was sitting in my pocket in plain sight all along. I think it's time for me to go burn all bridges. All I know, I got lost along the way, fell between the fold, pulling the stitches. Time to let come what may. Don't look before you leave. What you give, you get to keep. So long, farewell, bye-bye. Let's have a toast for the lost old eyes.